Sziasztok! Imáron ez a második alkalom, hogy itt a rögtönző stúdiumba veszem fel ezt a videót. A mai témánk az egy, azt gondolom, hogy éppen aktuális téma lesz, hiszen a villanyautók ára most elkezdett bezuhanni de nem kimondottan a villanyautókról lesz szó csak ebben a videóban, hanem egy Facebookos csoportban felvetett témáról fogok beszélni, és ott valaki meg is osztott egy linket, amiben a totálkárból az autórevizor nyilatkozott a zoe illetve arról a, a veszőfutásáról, ami a zoe kapcsolatban történt, és én azt gondolom, hogy ami abban a cikkben elhangzott, az nagy részt igaz, csak nem feltétlenül úgy, ahogy abban a cikkben elhangzik. Ezért gondoltam úgy, és ezért tartottam szükségesnek, hogy nem csak ott kommentként részletezem, hogy mire is gondolok, amikor ezt mondom, hanem készítettem egy vázlatot, amiben itt van ez a cikk, és én kiemeltem, hogy mi az, amire szeretnék reagálni, és mi az, amit szeretnék kiegészíteni ebben. Teszem ezt azért, mert én közel másfél évet és a 70 ezer kilométert autóztam egy Q210-es Renault zoe -val. A Q210 azt jelöli, hogy 210 km tud elvileg elmenni, és a nagy Q betű az pedig azt jelöli, hogy ez az autó ez Continental motorral van szerelve, villanymotorral, az R motorosok, az R240, az azt jelenti, hogy ez kicsivel többet el tud menni, tehát 240 km képes elmenni VLTP szerint, persze ez köszönő viszonyban sincs a valósággal, tehát a 180 km inkább az, ami talán kihozható ezekből az autókból, ezt rögtön tisztázzuk, az R motorosból talán még 200 km is. Tehát egy 10%-kal kevesebb távolságot lehet megtenni nagyjából a Continental motoros, azaz a Q motoros Renault Viszont ezek képesek a 43 kW-os AC, azaz váltakozó áramú töltésre. Ezt teszik három fázison, és tehát azért az a 43 kW az már elég izmos, elég gyorsan föl lehet őket tölteni, bár én nem javaslom senkinek, mert az itt ez egy nagyon nagy terhelést jelent az autónak, és nagyon nagy különlegessége a renault és azért képesek erre, hogy 43 kw is töltsenek, mert a motort használják fel, a motor tekercseit használják fel ahhoz, hogy töltsenek. Nagyjából ennyit mondanék el így előjáróban a Renault zoe -ról. tehát ezek a paraméterei. Most már létezik ugye ezekből többféle típus is, ahol 41 kW-os akkumulátorral vannak szerelve, ez nettó, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a 22 kW is az is nettó, és ha jól emlékszem, akkor 26,7 kW nak a bruttója, és a 41 kW-osnak pedig ilyen 45, pár tized kW, tehát majdnem 46 kW a, bruttó értéke, de még az is lehet, hogy 47. Igazán nincs jelentősége, az a lényeg, hogy 41 kW az, ami kihasználható belőle. Még ugye a legújabb Renault zoe amik már elég jelentős ránc felvaráson estek át, és sajnos a belsejét is átalakították. Nekem nem tetszik, hogy megemelték ott a váltó konzolnál a magasságot, attól már nem fér a térdem meg tettek bele ilyen pet palazgó készült szöveteket, ami pont ellenkezik azzal, amit az úriember leírt a cikkében, hogy ugye a korábbi rinozóiban rengeteg műanyag van, na de ne szaladjunk ennyire erőre. Ahogy én elnéztem, meg így barátaimat kérdeztem, akiknek van ilyen autójuk, bár nagyobb a teljesítménye, tehát erősebb a motor, viszont ezzel kicsit megnőtt a fogyasztása is, és nem mennek el sokkal többet, ilyen 20-30-40 kilométerrel megy el többet az 52-es, mint a 41-es, ez a tapasztalat, aztán majd száfoljatok meg, mert 52 Zoe-ban hát még talán vezetni sem vezettem 52 zóét, ültem már benne. Így hát az 52 Zoe-ról nem tudok nyilatkozni. A 41-est azt vezettem, elég hosszú távon, az olyan 1800 km-t tettem meg. Annak idején akkor szerelmesedtem bele a villanyautózásba, és akkor utána kezdtem el gyűjteni a pénzt egy zóéra. Ugye az első villanyautóm az egy Renault Zoe volt, és összehoztam a lehetetlent ebből. Na de térjünk is rá a témánkra. Ugye itt az új ember azt említi, hogy volt egy Teslája, és azt el kellett adnia, és nagyon nyomott áron tudta csak eladni, köszönhetően annak, hogy a Tesla az többször is csökkentette az új autók árát. Utána megszüntették néhány hónappal, későbbre, a négy hónapra a, a Supercharger ingyenes töltést Magyarországon. Tehát úgy minden összeesküdött egy Teslát eladni vágyó ember ellen, és azért nagyon nyomott áron tudta eladni a, a Modell 3-asát, és amit ő felsorolt itt a Model 3-nál, hogy milyen hibajelenségek vannak, az engem meggyőzött arról, hogy Tesla-t azt egyelőre nem. De természetesen majd igyekszem egy Tesla Model 3-at is elhozni, meg egy Y-t is, hogy készítsek róla egy hosszú távú tesztet, legalább egy 7 és egy 1800-2000 km alatt. Azt rögtön szögezzük le, hogy amit én elmondok, az az én saját gyakorlati tapasztalatom, a saját véleményem, és eszem ágában sincs senkivel vitatkozni, és az autórevizorral sincs semmi kedvem vitatkozni és csatározni. Nem erről szól az én videóm, csak arról, hogy én egy gyakorlott Zoe felhasználó voltam, elég sokat használtam, és akár 750 km re is megtettem ezzel a nagyon kis hatótávú autóval napi szinten, ami azt jelentette, hogy reggel 5 órakor indultam, és este 11 órakor értem vele haza, ez ennyit kellett tölteni, viszont akkor Kánoán volt Magyarországon, hiszen ingyenes volt a villanyautók töltése, az összes mobility töltő, az gyakorlatilag ingyenes volt abban az időben. Tehát egy picit érintve érzem magam ebben az egészben. Ugye az első dolog, amit ő megemlített, az az egyfázisú töltés. Tudjuk, hogy a Renault a korábbi típusokat, ugye 41 essel bezáródóan, csak váltakozó árammal, az AC töltővel lehet tölteni. Cserébe viszont ezek 22 kW-tal tölthetőek. Egyik autó nagyon tudja ezt a piacon, tudnak DC töltést gyorsan tölteni vele, ugye villámtöltőként, de nem tudnak 22 kW-tal tölteni. Talán néhány Tesla modell van, ami ezt tudja, az újabb konák azok például 11 kW képesek átsziról tölteni, tehát ez viszonylag gyorsnak számít. Miért is jó ez? Azért, mert az országban nagyon sok ilyen ac -töltő van, amit nem is értek, hogy miért ezeket telepítették, hiszen szinte csak a Renault Zoe az, ami ezt ki tudja használni maximálisan. Én is az én korábbi típusú konámba csak 7,4 kW-os ac töltővel rendelkezem az váltakozó áramú töltővel, csak egy tudnak ezek a töltők tölteni, azért tudja lassan tölteni egyébként, mert nem három fázis, hanem csak egy fázisot választ ki ebből a három fázisból is azon keresztül tölt. Ilyen volt az Ionic is, az is 7,4 kW-tal tudott tölteni. És az összes többi autó az vagy ennél kevesebb, vagy nagyjából lesz. Tehát ilyen, a Nissan leaf azok ilyen 6,3, a régebbi típusok 3,6 kW, tehát ebben kiemelkedő a Renault Zoe, hogy odaállsz most is az ingyenes lidl töltőhöz, és amin én csak 4 kw tudok most tölteni, mert ugye egyfázisú töltésnél visszaszabályoz a Lidl, aljas módon, a Penny Market az nem, és egyfázisról csak 4 kw tudok tölteni. A Zoe-val és 22 kw tudtok tölteni. Ez egy óriási dolog, ha belegondoltok. És ha most én egy ilyen fedezeti töltőt akarnék utólagosan az én autómba beletetetni a konába, az legalább ilyen két és millió forint. Van egy korábbi videóm az Ionic-kal, aminek az a címe, hogy Zoe a csomagtartómban. Keresetek rá, nagyon érdekes, ott egy hordozható ilyen 22 kW-os AC-DC konvertert használtam, ami azt jelenti, hogy ott is én az Ionicot, azt tudtam tölteni 22 kW DC töltés, az egyenáramú töltése, mert ott volt a csomagtartomban egy fém dobozka, ami átalakította nekem a 22 kW-os váltakozó áramú áramot DCV, azaz egyenárammá. Ez egy szenzációs dolog, csak nagyon drága. Tehát ez egy, ez egy, tök jó dolog. De visszakanyarodva, tehát az otthoni AC töltésnél, azaz a hálózatról való töltésnél és váltakozó áramú töltésnél az oin az történik, hogy ott ugye van három fázis, három elektronika van benne, és itt ilyenkor észleli az autó, hogy csak egy fázis van, és elkezdi az egyfázisú töltést. Na most mivel ebből a három meg ebből a három kis elektronikából, nézzétek el nekem, hogy ilyen konyhanyelven nyelven írom ezt le, ha Vassányi Péter, ha megnézi majd ezt a videót, akkor, akkor ki fogja úgy is egészíteni, hogy mi az, ami, ami szerinte nem így van teljesen, és majd ki fogja egészíteni szakmaisággal, meg szakmai nyelven de ha ti ilyen emberek vagytok villamosmérnök, akkor például nyugodtan megtehetitek, én most igyekszem ezt konyha nyelven elmondani. Tehát az a lényeg, hogy ebből a háromból ilyenkor csak mindig egyet terhel. Tehát olyan, mintha egyébként amire az autó képes lenne, a 22 kW töltésnél, vagy ezen a három elektronikán meg keresztül tölti magát. Ha most ti egy fázisról töltitek egész életében az autót, az azt jelenti, hogy háromszor annyira van terhelve, az egy szerencsétlen elektronika. Ráadásul sokkal rosszabb hatásfokon tölt az autó egy de ezt majd mindjárt megint kivesézzük. Tehát ebből a háromból csak egyet használ. És itt van a probléma. Ugye csak az az egy melegszik, csak az az egy van terhelve, és előbb-utóbb, sokat van használva, sokat van terhelve, elmennek az értékei a másik kettőtől is, és így előbb-utóbb, ez emiatt az aszimetria miatt, hát megadja magát a, a töltőrendszere az olyénak. Tehát ez egy valós probléma, erre már kitaláltak Jimmy-ék, Juhász megoldásokat, amiben beszerelnek egy másik invertert, egy másik töltő elektronikát, és így már ez a probléma ez kiküszöbölhető. Ez egy pár százezer forintos tétel, tehát hogyha nyugodtan akartok aludni, és egy fázisról akarjátok otthon tölteni az autótokat, a zoétokat, akkor érdemes egy ilyet beszerezni, vagy beszereltetni az autótokba, és akkor nyugodtan aludhattok, és nyugodtan tölthetitek egy fázisról az autót. Létezik szerintem ez háromfázisú töltőben is. Ugye a másik probléma, ami szerintem probléma, hogy a Zoe ugye a saját motorján keresztül tölti az autót, ez egy szabadalom a Renault-nál, és csak ezzel az a, a megoldással képesek 43 kw tölteni az autók, amennyire én tudom. A kumotoros az tud 43 kw tölteni. Na, ezek azok az autók, amik problémásak, és állandóan lecsapdossák a, 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 a mobility töltőket, meg jó néhány arra érzékeny töltőnél, ugye hisztizik az autó, és nem, nem képes tölteni, nem akar tölteni, hibaüzenet üzenet vár, amikor visszaérsz. Tehát az r talán ott kevesebb ez a, a probléma, vagy nincs is ez a probléma, tehát ahol csak 22 kw os töltése képes. Mert hát ugye mit csinál az autó? 22 kw os töltése képes az a nyomorult ö, ö, oszlop, és ő bepróbálkozik. Tehát a 43 kw tudna, ugye, és ő szépen elkezdi szerintem emelni, hogy én nézegettem legalábbis OBD-olvason keresztül a kenzo applikációval. Én azt láttam, hogy szépen megy fölfelé az amper, meg szépen hogyha magasabb a feszültség, ott abban a trafókörzetben, ahol ez a töltő van, elkezdi szépen megemelni ugye a, a töltőáramot, megy fölfelé az amper, és itt az a probléma is azért csapja le a firelét is, meg azért csapja le a kis megszakítót ezekben a töltőegységekben, ezekben a töltőszlopokban, mert ő magasabban akar tölteni, mert tudna jobban tölteni és mivel magasabbra emelkedtek a feszültség szintek, a névleges amper számot, tehát mondjuk van egy 32 amperes kis megszakító abban a nyomorult oszlopban, meg egy 32 amperes firelé, akkor na már, hogy le fogja csapni, mert ő egy picit túl, túl megy ezen, tehát túl terheli, mert magasabb a feszültség, nyilván magasabb teljesítménnyel tud majd tölteni, és magasabb lesz az áramerőség is. És mi fog történni? Túlmelegszik, főleg, hogyha mondjuk süti a nap azt a dobozkát egész nap, Túlmelegszik és le fog oldani. Na most ezek azok, amik alulméretezett, és ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon minimál összegből lettek kialakítva, és ezeknél a, a töltő oszlopoknál fordul ez elő, hogy sajnos lecsapja, és főleg a 43 kW zóék. Ez valóban egy, egy élő és meglévő probléma. Viszont, hogyha olyan helyen töltötök, ahol ahol 40 amperes Firelli, meg 40 amperes kis megszakítókonak vannak benne, akkor ez nem fog megtörténni. Jó? Tehát azért ezt kezeljük a helyén, nem minden esetben a Zoe hibája az, hogy lecsapdossa mondjuk ezeket a, a, az eszközöket. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez igazából nem a Zoe hibája. A Zoe az tudna magasabb energiával tölteni, és ezért történnek ezek a balesetek, nevezük baleseteknek. Tehát visszatérve az egyfázisú töltésre, valóban igaz, hogy nem érdemes otthon egyfázissal tölteni az zoe ha csak be nem szereltettek egy külön egységet, ami már alkalmas arra, hogy egyfázisról is töltsetek, de az valószínűleg már nem a Zoe motorját használja ehhez a a töltéshez, hanem valahogy máshogy oldják meg a, a fiúk. Majd erről is szeretnék videót készíteni, már most jelzem Jimmy-nek, tehát Jugász Simmének, hogy jó lenne ezekről egy kis videót készíteni, hogy hogyan történik a beszerelés, mi is és ez egyáltalán, mert jó lenne tájékoztatni mindenkit erről, hogy tudjanak, és ne ijedjenek meg annyira az új vásárlástól. Bár én, hogyha valaki nem városi közlekedésre akar autót vásárolni, mindenkit lebeszélek a, a az oe ról Az OE az véleményem szerint még az 52-es, meg a 41-es sem alkalmas arra, hogy autópályázatok vele, de majd mindjárt erről is szó lesz, hogy miért mondom ezt, és mire alapozom ezt a feltevésemet. Tehát akkor kiveséztük az egyfázisú töltést, még egy dologról nem beszéltünk, azt állítja itt az új ember ebben, hogy közel 30%-os veszteséggel tölt az OE egyfázisú töltőről. No, ezen egy picit én finomítanék. Én nagyon sokszor leteszteltem, és ezeket a töltőket lehet állítani. Tehát általában tud 8 amperrel, 10 amperrel, 12 amperrel tölteni, van még 16 amperrel is tud tölteni. Tehát, hogy 3600 wattal, 2,5 kilowattal, 2 kilowattal, 1,8 kilowattal. És minél lejjebb állítjátok az ampert, meg a, a töltőáramot, annál nagyobb lesz a veszteség. Nekem ez a tapasztalatom. Nem csak az én áll, hanem az összes többi villanyautónál is, így az Ioniknál is ezt tapasztaltam, meg a Konánál is ezt tapasztaltam. Most egy Konánál, meg egy Ioniknál, ott durván olyan 15 százalék, 10-15 százalék, hogyha lejjebb veszitek, akkor akár 20 százalék is lehet ez a töltési veszteség. Ez a Zoénál, az magasabb, ez igaz, legalább egy 5-10 százalékkal, de ebben az esetben inkább azt mondanám, hogy 20-25 százalék ez a, a töltési veszteség, de erről is van fent, ha jól emlékszem videóm, Rengeteg olyan videó van még zoe amit nem szerkesztettem meg, de le van forgatva. Tehát ezeket majd fölteszem, amikor például töltés közben egyik pillanatról a másikra nem működött a, a klímakompresszor, és azt hittem, hogy vége van, és nem töltött csak ilyen 4,5 vagy 6 kw tehát valami egészen minimális e, teljesítményen töltött. Akkor azt hittem, hogy itt akkor vége van, és még haza se tudok menni, fel se tudom tölteni az autót, de szerencsére ilyenkor is engedi tölteni a járgányt, tehát ha ilyennel találkoztok, hogy nem értitek, hogy miért tölt olyan kis teljesítményen, ez is lehet a hátterében, hogy tönkrement a klímakompresszor, vagy valami elektronikai probléma van a háttérben, nem tudja használni. Jó, tehát ilyenkor akár 38-40 fokra is fölmegy az akkuhőmérséklet, mert ha utána használjátok, akkor nyilván tovább melegszik. Ezt nagyon fontos tisztázni. AC-töltésnél a többi villanyautónál is sokkal nagyobb a veszteség, mint a DC-n töltitek. Na most a DC áramra, amikor átkonvertálja az oszlop, azt nektek ki fogja számlázni, legyetek nyugodtak, viszont azok nagyon jó hatásfokkal működnek. Tehát például, ami nekem volt, amiről beszéltem, hogy az olyan csomagtartómat, tehát ez a hordozható AC-DC konverter, nevezzük így, tehát ami a váltakozó áramból egyenáramot készít, amit az autó tud fogadni, ez az eszköz, ez 5% alatt volt. Tehát ilyen 3-4 százalékos hatásfokkal tudott működni, tehát ennyi veszteség. A másik, amit nagyon hosszan elemzett az úriember, és hát negatívumként állított be, az a rengeteg kopogós műanyag az OE belsejében, ami igaz. Viszont nekem live felszereltség volt, amit ő megint csak leírt, hogy azt a Suzuki Ignishez hasonlította. Nekem egyébként volt Suzuki vagonerem, tehát tudom, hogy miről beszél, mi az, hogy hogy egy kicsit puritánabb módon autózni, de ettől függetlenül az is oda megy, egy megy A, B-be, tehát már azok az autók is szerintem jóval modernebbek, így az OE is. Tehát a life felszereltsége valóban nem sok minden jár, de hőszivattyú volt benne, tehát minden, ami a tovább haladáshoz kellett, az volt benne. Tehát az, hogy most elektromos autóba az csak elő van, a másik balban hátul is volt, tehát nem volt azért olyan nagy különbségek benne, én véleményem szerint, mint amennyit mondjuk árban jelent mondjuk egy intenz, meg egy live közötti különbség, bár én ma már csak intenz felszereltségű zójét vásárolnék, de ha nincsenek nagy igényeitek, és csak a gyereket hordjátok az oviba, akkor nyugodtan mellettek a live felszereltségből is, tehát semmi probléma nincs azokkal sem. Azok is nagyon jó felszerelt autók egyébként kényelmesek. Nekem egy doboz volt. Tehát azzal a fehér belsővel mindenki azt mondta, hogy tök jól néz ki, és egyáltalán nem fájt annak a belső. Én nem kopogtatom, nem tapogatom ezeket a műanyagokat, miért, miért is tenni az ember. Tehát nekem ez egyáltalán nem okozott lelki törést, vagy lelki problémát. Jó, tehát ez persze szebb, hogyha ha mondjuk bőrbelsővel van szerelve, de én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon jó volt a belseje az az nekem tetszett. Nekem egy kicsit szűk volt, de egyébként a Kona is szűk, úgyhogy most visszatértem ehhez a nyomorgunk az autóban stílushoz. Nekem nem tetszik, hogy be vagyok szorítva a térdemmel, ez egyáltalán nem jó. Viszont elég jó gyorsult, komfortos volt a menestabilizátor rendszere, az valami egészen elképesztő. Tehát írta itt az ember, hogy ilyen hátsúlyéseknél ilyen csövekből összehegesztett tartókonzolok vannak, ez is igaz, ez a súlycsökkentés miatt van. Az ioniq is egy ilyen szivacs van drótokkal összefogatva, tehát ez egy természetes dolog, ez a súlycsökkentés. Ez, ebben én, nekem is feltűnt, de ugyanez van a Ford Fusion-ben is, tehát hogy ezen én nem akadtam fent, láttam már ennél rosszabbat is. Viszont használható a csomagtere, tehát nagyobb a csomagtere talán, mint amennyi most a konának. Tehát az szerintem teljesen rendben volt például. Az, hogy elő van a töltőnyílása, az is egy nagyon nagy pozitívum volt szerintem, tehát az, az, tök jó volt. És arra emlékszem, hogy még a halogén lámpája is, még az is rendben volt. Tehát ugye a live felszereltség az még halogén lámpával van szerelve. Ha csak tehetitek, akkor villanyautót, meg minden egyéb autót azt érdemes ledes lámpával vásárolni, és talán ott van értelme a magasabb felszereltségeknek. Kicsit csapongok elnézést ezért a, itt a videóban. Mindig eszembe jutnak plusz információk más típusokról is, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nem csak zóaiások nézik ezt, hanem hogy egyáltalán villanyautósok, hogy miért válaszanak, és ebben az esetben ez egy, egy nagy segítség lehet, azt gondolom, hogyha elmondom a többi típusról is, hogy, hogy mi a helyzet. Na, úgyhogy kényelem szempontjában az ülést azt én, azt én nagyon magasan kiemelném. Nem lehet állítani az ülés magasságát, és ami zavaró az ojéban, hogy alatta egy ilyen lecsapott rész van, ami az akkumulátor része, tehát az első ülésnél, és nem tudjátok behúzni a lábatokat az ülés alá. Ez nekem zavaró volt ilyen hosszabb utakon, amit a említettem, hogy én egész országot jártam vele, és, de nem lehet állítani az ülés magasságát, de nem is hiányzik. Tehát nagyon kényelmes ülése volt. 700 km után is úgy szálltam belőle ki, mintha egy Volvo bőr foteljéből szálltam volna ki, ezzel egyáltalán nem volt bajom. Nagyon kényelmes van a, a Zoe nak Sajnos nincs benne egy árilag támasz. Ez egy nagyon fájó pont, de lehet hozzá kapni aranyárban utángyártott ilyen megoldásokat. Ez, ezt érdemes talán beruházni és egy ilyet vásárolni bele, de egyébként nekem ez teljesen, teljesen elviselhető és tűrhető volt. A cikk írója kiemeli, hogy Magyarországon főként a live felszereltséget lehet kapni, és ezek valóban ilyen futárautók voltak, autómegosztós autók, stb. stb. A Renault zoe pont ez jelenti a legnagyobb problémát a nagyobb futás teljesítményeknél, és akkor itt elmondanám azt is, hogy általánosságban nekem mi a véleményem így a kilométerekről a villanyautókkal kapcsolatban. Jó hosszú videó lesz, remélem, hogy végignézitek. Tehát az alacsony kilométeres villanyautókat azt szerintem egészen biztos, hogy városban használták. És hogyha megnézitek, hogy hogy használják ezeket a villanyautókat, akkor rájöttök, hogy ilyen táblától tábláig, meg ámpától lámpáig gyorsulgatnak sokan velük. Tehát ez nem túl szerencsés. Egy kisebb teljesítményű villanyautónál a féktárcsákból meg tudjátok állapítani, hogy az futárautó volt-e, taxi volt-e, carsharinges autó volt-e, autó volt-e. Mert ha nagyon meg van kopva a féktársa, akkor az azt jelenti, hogy így használták. Tehát nagyon gyorsítottak vele, nagyon fékeztek vele. Nem tudott a regeneratív visszatáplálós fékezéssel annyit fékezni, hogy ne használja a fékeket. Ez már a konánál például nem megállapítható. Tehát a konánál a 200.000 km-esnél is ugyanúgy néz ki a féktárcsa, mint a többinél, mert ott nagyon nagy erővel tud visszatáplálni, és egyszerűen nincs szükség arra, hogy a tárcsaféket használja. Viszont, hogyha városban használják, gondoljatok bele, hogy itt 13 km per órás sebesség alatt az összes villanyautó szinte, az mind az üzemi féket, azaz a féktárcsákat használja, és már nem tud visszatölteni. Tehát ha városban használják, akkor akár a 20 ezer kilométer alatt is látni fogjátok, hogy váda van a féktárcsáknak, mert nagyon sokat ment ebben a sebességtartományban tartományban, és állt meg a lámpánál, és főleg, hogyha intenzíven használtak, akkor ez még jobban meg fog kopni. Amik hosszabb távon használtak, és én ilyen autókra utazom. Tehát én 107 ezer kilométerre vettem most a konámat, nem féltem tőle, mert az ilyeneknek az akkumulátora is, meg minden sokkal jobb állapotban van, mint egyébként, amit városban használnak. Tehát a városi használatot állandóan visszatermel, és nagy erővel fékeznek, nagy erővel termel vissza, melegszik az akkumulátor, melegszik a motor, melegszik az autó. Ha autópályán használnak egy renózójét például, aminek léghűtéses a villanymotorja, az is problémát okoz. Tehát ezek mind-mind problémaforrások, de erről majd később beszélünk. Tehát visszatérve arra, hogy a kevés kilométeresek, azok szinte biztos, hogy városban lettek használva, itt sokkal kíméletlenebb ez a használat. Tehát sokkal többet igénybe van véve a gázpedál, a fék, a, a, a visszatöltés, az elektronika, minden míg ha hosszú távon használják, mondjuk munkába járásra 50-60 km-re, na ezek a legjobb autók szerintem, ha nem sietnek velük, és nem nyomják ki a szemét, hanem tényleg oda kell érni, viszont nem merítik le teljesen az autót. Tehát nagyon fontos például az is, amikor egy autót választotok, hogy amikor egy 100 km-es távot kell napi szinten megtenetek, akkor ne egy 120 vagy 140 km-es zóét választatok, mert le fogjátok minden nap meríteni akár 10% alá az akkumulátorát az nem jó egy villanyautónak. Most gondoljatok bele, hogy nekem van kona, nagyon ritkán megyek vele hosszú távra, és akkor merül ilyen 10-20%-ra. De akkor is inkább útközben közben föltöltöm, ha csak tehetem. Viszont itt, amikor a helyben használom, soha nem megy 40% alá. Na ez a legjobb. Tehát, hogyha ilyen 40%-ot, maximum 50%-ot használtok ki az akkumulátorból, és utána azonnal visszatöltitek. Az sem jó húzás, amit sokan csinálnak, hogy egész héten használják a villanyautót, mondjuk egy zoe ezt tudom, hogy ez pont egy ismerősöm használja így, hogy hetente egyszer tölti fel, vagy mondjuk kétszer egy, egy héten, mert nem merül le. Na de ez nem jó hozzáállás. Tehát az a jó, egy villanyautónak is, meg telefonnak is, meg minden egyéb ilyen litium vagy litium akkumulátoroknak, hogyha nagyon keveset vesztek ki belőle, és azonnal vissza is töltitek. Jó? Tehát ezen a legjobb, ha csak ilyen 20-30%-ot veszünk ki, tehát 80-90%-ig feltöltöm, 60-70%-ig lemerítem, visszatöltöm. Megint lemerítem, megint visszatöltöm. Így nagyon sok töltési ciklust kibír a, a villanyautók akkumulátora, tehát a 4000 töltési ciklus általában a akkumulátoroknak a gyári meghatározása, tehát hogy ennyit bír, ezt úgy értsétek, hogy nem az, hogy 4000 teszitek töltőre, hanem 4000 teljes feltöltéstől teljes lemerülésig ciklust jelent, tehát hogyha egy 22 kW-os akkumulátorról beszélünk, akkor 22 kW-t töltök bele. Ebben az esetben, hogyha egy teljesen lemerítitek, akkor nem bír 4.000 ciklust, akkor sokkal kevesebbet fog kibírni. Viszont hogyha minél kevesebbet használtok az akkumulátorból, viszont nem szabad teljesen feltölteni se, azt se szereti a lítium ion akkumulátor, tehát 90%-ig bőven elég, vagy akár 80%-ig is feltölteni, nem véletlen, hogy addig tölti gyorsan az autó, és utána belassít, tehát, hogyha így használjátok az autótokat, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok ideig el fog menni. És nem csak 4000 töltési ciklust fog kibírni, hanem akár 6000 töltési ciklust is. Úgyhogy, ja, és az sem mindegy, hogy DC töltőn égetitek azt az aksit, tehát én 60-70 kw töltitek, vagy pedig alacsony, alacsony töltéssel. Érdekes, hogy a, a konának a leírásában az van, hogy ha kímélni akarjuk az autót, akkor AC töltővel kell tölteni, és nem DC töltővel, mert az a, az a legjobb az akkumulátor számának, számára. Valószínűleg azért, mert ugye ott olyan alacsony ö, szinttel töltő, olyan alacsony teljesítménnyel, ami nem árta az akkumulátornak. Abban most nem mennék bele, hogy ezek a litium ion cellák azok mekkora hatalmas energiát képesek leadni, de gondoljatok csak bele, hogy miért érdemes nagyobb akkumulátoros autót választani. Mert például, amikor gyorsítotok, ha most van egy 22 kW-os szerelt autótok, akkor abban ennyi egységnyi az az akkumulátor. És több cellához kell hozzányúlnia, nagyobb energiát kell hirtelen kivenni az autóból abból a kevés cellából, és jobban terheli az akumcellákat, amikor felgyorsít mondjuk 200 lóerővel egy egy kona. Viszont, hogyha nekem... Háromszor akkora az akkumulátorom, akkor gondoljatok bele, amikor elkezdek egy ilyen 200 óra erővel gyorsítani, akkor rengeteg cellához tudsz hozzányúlni, és sokkal kisebb energiát kell, sokkal kisebb energiasűrűségekkel kivenni belőle az energiát. Ugyanez a lényege egy, egy nagy akkumulátorral szerelt autónak a kilométerek számában is. Tehát, hogyha van egy 22 kWh akkumulátorral szerelt zóink, és a 100 ezer kilométerrel futott, akkor az kétszer annyit van minimum használva az akkumulátorra az egész, tehát fele annyit fog elmenni az az akkumulátorpakkal, mint a 41 kilovattos zoink. Logikus, ugye? Tehát a 41 kW-os akkumulátorból nyilván kevesebb szeg kell feltölteni, és nagyobb távot tud megtenni az autó, mint a 22-esből. Tehát több, többször kell kivenni, hiszen sokkal kisebb a kapacitása. Tehát a 41 kW-os akkúval szerelt 100 km-re Zoe, az nem ugyanaz, mint a 22 kW-os akkumulátorral szerelt 100 km-re Zoe. Ráadásul, hogy sokkal nagyobb a terünk is. Mert ugye, ugye ezt mondtuk, hogy nem, nem merítjük lehetőleg 20-30% alá az akkumulátort, és nem töltjük 80-90% fölé. Tehát nem tudok belőle kihasználni 22 kw 22 kWh-t, hanem a 41-esnél ott meg ki tudok óriási mennyiséget használni. Minél nagyobb az akkumulátorom, annál nagyobb az a, az a pozitívan és mindenféle e, hiba, meg mindenféle károsodás nélkül kivehető energia az autóból. Jó, tehát én ezt, ezt raktam így össze a kis fejemben, hogy, hogy ez így működik. Minél nagyobb akkumulátorral szerelt autót veszünk, annál jobb a helyzet, és nem feltétlenül kell ragaszkodni a kis kilométeres autókhoz, mert azokat nagy valószínűséggel városban használták, nem feltétlenül ragaszkodunk a Németországban a száguldozós autókhoz, mert a villanyautónak nagyon nem tesz jót az, hogy nyomják neki, mint a hülye gyerek, és a Zoékkal is mondjuk azt hiszem 127 km per óra volt a maximális sebessége, na de ott majdnem 10 ezeret fordul a motor az flexben jó, hogy tudjatok oda gyorsan vágni, de egy a hatalmas villanymotornál, csak gondoljatok bele, ezeknek ráadásul nem sikló csapágya van, hanem golyós csapágya van. És az OJ nál csak levegőhűtés van, léghűtéses a villanymotor. A konába már, már folyadékhűtéses a, a villanymotor. <kül> jó, tehát a másik probléma az OJ val az, hogy ha autópályán gyorsan mennek vele, pont hogy léghűtéses a villanymotorja, csak gondoljatok bele, hogy egy ventilátor hűti, egy ilyen 130-as tempónál az OE motorját. Utána megálltok egy ilyen hosszú távon vezetésnél, a parkolóban, az autópályán vele, a jó felhevült villanymotor, az megint használva van, mert a töltésnél az OE az a villanymotort használja. A töltésnél az AC-DC átalakításra. Tehát az megint melegszik, mint az állat. Na, és ilyenkor van az a hibaüzenet, amit ugye itt, itt is leírtak, hogy hogy a DC motor meghalt gyakorlatilag, hogy nem használható. Mert túlhevül. És bizony ennyire egyszerű az oka, hogy miért történnek ezek. És akkor vegyük -e azt a hibaüzenetet is, amit szintén írt az úriember, hogy a, az akkumulátor töltése nem lehetséges. Miért írja ki ezt az OE? Azért, mert azt tudnotok kell, hogy a Renault Zoe az csak töltés közben hűti az akkumulátort. Menet közben nem hűti az akkumulátort csak amikor megálltok a töltőnél, és elkezditek tölteni. Na most ilyenkor mi történik? Az hogy hogyha nézitek egy OBD olvasóval, akkor bizonyos szellákat le tud hűteni, bizonyos szellákat pedig nem tud annyira lehűteni. Viszont ezek az akkumulátor cellák, ez csak annyit hűl, hogy éppen szinten tartja. Tehát vegyünk egy gyakorlati példát. Elkezdünk az OE-val menni autópálya tempóban, és fogyaszt ilyen 25 kWh energiát óránként, és aztán megállunk tölteni. 16 kW-os fogyasztás alatt nem nagyon melegszik, de a 16 kW fölé mentek, akkor melegedni fog. Nyáron más a helyzet, nyáron nyilván, hogyha 40 fokon odakint, akkor mindenképpen melegszik. És ha jól emlékszem, akkor 29 Celsius foknál kapcsol be egyébként a, a Renault zoe az akkumulátor hűtése. És akkor térjünk rá arra is, hogy hogyan működik. Tehát elő van a hőszivattyú, a hőszivattyúval, gyakorlatilag mint egy klímaberendezéssel, van az akkumulátorban zártan elhelyezve egy, egy kis radiátor, egy kis hőcserélő. Ő azt hűti le az autónak a hűtésrendszerével, a, a klímakompresszorával és azt pedig egy levegővel, egy kis ventilátorral lefújja, és ezzel hűti az akucellákat. Tehát gyakorlatilag léghűtéses így tudja hűteni az akkumulátort. Na most itt van egy kis hiba lehetőség, megint csak, ha már itt a hiba lehetőségeknél tartunk, ami megy hátra a klímától, a klímakompresszortól, az akkumulátor mögé egy klímacső, az sajnos el szokott korrodálódni, mert fölhordja oda, főleg a Ausztriában, Németországból származó Renault Jellegzetes, hogy oda ugye felhordja a sót, és az a só az alumíniumot azt elkezdi megemészteni, korrodálni, és ott kiszokott lukadni. Ez egy olyan 2-300 forintos tétel annak a cseréje. Le kell venni az akkumulátort, ki kell cserélni ezt a, a csövet, és ez a nagyon drága gáz van sajnos a, a runozóinknak is a hűtésrendszerébe, a és azzal föl kell tölteni, és ez így cserélhető, így orvosolható. Sajnos a klímakompresszor is egy rönozói betegség mert gyárilag kevés olajat tesznek bele, és emiatt tönke szokott menni a, a hőszivattyú és a klímakompresszora is. Hogyha tudtok bontóba venni, akkor a könnyen 100-200 ezer forintból ez a probléma orvosolható, viszont hogyha szakszervizű mentek, akkor akár 1 millió forintos tétel, vagy 600 ezer forintos tétel is lehet ennek a, a, javítása. És mivel nagyon drága a gáz bele, tehát ha jól emlékszem, akkor 70 ezer forint környékén van a gáztöltet, akkor ez is egy, ez egy drága mulatság lesz. És erről is megosztanak a vélemények, hogy az enyémben is plusz olaj volt beletéve, mert a gyárilag kevés olajat tesznek a klímakompresszorba, és állítólag emiatt kopik ez a kis szivattyúnak a lapátjai, ami benne van ebben a klímakompresszorban. Na most túltölteni sem jó, és azt is elmondom, hogy miért. Mert amikor elkezd kopni ez a klímakompresszornak a, a kis rotorja, ez a kis lapátja, akkor már nem tud olyan nyomást felépíteni a rendszerben, amekkorára szüksége van. És minél kisebb a nyomás, annál kevésbé tudja, hogy itt a gáz viszi, hogy értsétek, a gáz viszi a feloldott olajat körbe-körbe az egész rendszerben, és ilyenkor mi történik, a lecsökken a nyomás, akkor kiül az olaj ezekbe a hőcserélőkbe, és azt gondolná az ember, hogy kevés olaj van benne, és akkor olyan hozzá olajat. Igen, nem, de ott van a rendszerben az olaj. Tehát amikor föltöltik, és most jó, jó hatásfokkal kezd el működni az a, a klímakompresszor, akkor ott van benne az olaj, ami ugye folyadék, összenyomhatatlan, és elkezdi azt is fölkapni, ami leült a rendszerben, és akkor ez egy újabb hibaforrást fog ö, ö, generálni. Tehát nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a több olajat tegyünk bele ö, felfogással is, inkább ki kell venni az egész rendszerből, ha lehetséges az olajat is, tehát le tudják mérni, hogy mennyi benne a gáz töltet, mennyi benne az olaj Csak ugye ezzel van baj, hogyha nem tudja kihordani, nem tudják kivenni, hanem tényleg ott a hordalékkal az olaj a hőcserélőkben, akkor viszont nem a valós eredményt kapjuk, tehát ez egy picit itt félrevezető lehet. De remélhetőleg ezt a profi klímások tudják, és tudják kezelni ezt az egész problémát. De erre érdemes odafigyelnetek. Tehát ez is egy típus betegség, nem csak ennél, hanem több más típusnál is, egyébként az ioniknál is ez előfordul. És ha már típusbetegségek kerültek szóba és ami nem került megemlítésre ebben a cikkben, viszont gyakori az olyéknál, az a hajtómű csapágy probléma. Ez, hogyha időben elkapjátok, akkor viszonylag könnyen orvosolható, tehát egy ilyen nagyon sokat futott autót érdemes megnézni, érdemes meghallgatni, úgyhogy megemelitek, és hogy van-e már ilyen csapágyhangja. És nagyon-nagyon fontos, én azt javaslom, hogy nem is 50 ezerenként, hanem 30-35 ezer km az oe le kell cserélni a hajtóműolajat. A hajtóműolaj cseréről is találtok fönt videómat. Ugye a kumotorosban, a abban, ha jól emlékszem, akkor 6 deciliter olaj kell. A, az r pedig 4 deciliter olaj, az ionic csak összehasonlításképpen abban 1 liter volt, és a konában is 1 liter hajtóműolaj található, csak azért, mert minél kevesebb van benne, annál jobban elhasználódik. Tehát ugye ez ilyen szénszálakból épül fel, amit ugye a használatban ezek töredeznek, és akkor nem olyan lesz az olajnak a tulajdonsága, mint amikor beletöltöttük újonnan, tehát erre oda kell figyelni. Jó? Tehát ezt is időben kell cserélni. Ez nem csak a Zoénhál, hanem, hanem az összes többi villanyautónál is. Tehát én azt mondom, hogy 50.000 km maximum. Ahol egy liter van benne, ott lehet, hogy elég az 50.000 km. Viszont ha autópályáztok vele, nagyon gyorsítotok, tehát nagy igénybevételnek van kitéve, akkor gyakrabban kell cserélni, mert több benne a fémhordalék, és ezt teszitünk le ezeket a csapágyakat főként. Egyrészt a nagy fordulat, tehát nem száguldozunk villanyautóval, Zólyával különösen nem száguldozunk. Jó, tehát amikor jelmi mellettem egy Zóly, akkor én mindig fogom a fejem, hogy te jó, Isten, fogalma nincs az embernek arról, hogy melegíti az akkumulátort, és csak akkor fog ő hűteni az aksi amikor majd tölti, és nem tudja le lehűteni, mert csak annyit tud rajta hűteni, amit a töltéssel melegítünk az akkumulátoron, és nem tudja, hogy léghűtéses benne a villanymotor. És amit ma megint megáll majd tölteni, azt fogja használni, és tovább melegszik ez a, a szerencsétlen járkány és elkanyarodtunk itt a, töltés lehetetlen hibaüzenettől, ami, ami ugye akkor adódik, amikor megyünk autópályán az akkumulátorral. 16 kW fölött fogyaszt, ugye ezt megbeszéltük, hogy ekkor melegszik leginkább az akkumulátor az autónak, fölmelegszik mondjuk 39 fokra. Na akkor már előfordulhat, hogy ezt az üzenetet fogja küldeni az autó, hogy az akkumulátor töltése nem lehetséges. Mert tudja az autó, hogy nem tudja levinni olyan szintre a hőmérsékletét, mert akkor meg is kapcsolja a klímakompresszort, hogy utána elkezdődhessen a hűtés. Olyan is van, hogy először elkezdi hűteni a, a, az akkumulátort, és majd utána egyszer csak elkezd, elkezdi bekapcsolni a töltést is mellé. Tehát van, amikor visszahűti direkt az akkumulátorrendszert. Na tehát, amikor megálltatok egy ilyen magas tempó után, vagy, vagy mondjuk egy nyári melegben az autótokkal, Rátöltötök is. Ugye sokan azt mondják, hogy csak 80%-ig szabad tölteni ezeket az autókat és akkor megállítjátok a töltést. Most a Zoe az még vígan 19-20 kw tölti, 80%-os töltöttségi szintnél. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 90-92%-os töltöttségi szintnél kezd el bezuhanni a, a töltése, mert ugye olyan 45-50 perc alatt simán feltölti magát, egy, egy 22 kw vagy még kevesebb, és utána még egyszer ennyi idő, még a 92%-ról 100%-ra feltölti. Na most, ha ilyen hosszú úton vagytok, akkor legalább egy 10-20 percet érdemes eltölteni, hogy 90% fölé viszitek az akkumulátor töltöttségi szintjét, mert ilyenkor már lecsökken a töltőáram, nem melegszik töltés közben az akkumulátor, viszont a hűtés megy ezerrel. És van lehetőség az autónak visszahűteni az akkumulátort. Higgyétek el, hogy ha, ha csak rátesztek töltőre, akkor annyit tud szerencsétlenül egy nagy nyári melegben hűteni rajta, hogy nem elegedjen tovább töltés közben de mivel menetközben nem hűti az akkumulátort az OE, ezért menet közben, amikor mentek vele ezerrel, akkor meg melegedni fog. És el fogja érni azt a hőmérsékleti szintet, akkor megálltok, tölteni akarjátok, és azt írja ki, hogy na már pedig itt az akkumulátor töltése, az nem lehetséges. Ezt így lehet elkerülni, hogy erre felkészültök, ne vagy Isten használtok egy OPD vóvasót és használtok a, a azért, hogy nézzétek az akkumulátor hőmérsékletét, és ha látjátok, hogy magas, akkor eleve így álltok hozzá, hogy visszahűtitek, tehát engeditek magasabb eh, százalékra az akkumulátor feltöltését 90 százalék fölé, és vissza fogja hűteni az autótok, és lásd solát, nem fog ilyen hiba produkálni az autótok. Viszont nagy tempónál a villanymotor az mindenképpen túl fog így melegedni. Mikor, amikor már kevesebb e, kilovattal tölt, akkor nyilván nem melegszik annyira, de egy 40 fokos nyári melegben, mivel léghűtéses a villanymotor, nem lesz a barátunk. Jó? És ne menjetek nagy tempókkal, még egyszer mondom, mert ezek a golyós csapágyak, gondoljatok bele, egy tízezeres fordulat egy ilyen hatalmas szerkezetnél, az, az micsoda igénybevétel. Ezekben nincs váltó. Egy autónál elváltasz, és ott nem forog, csak a kerék forog gyorsan, a motor az nem. De itt a motor az indul a nulláról, és amikor 160-nal mentek mondjuk egy komával, akkor ilyen 10 ezer fölötti, vagy 10 ezer közeli fordulata van annak a bazinai motornak. Hát na, hogy melegszik a csapágy. Oké, okay, hogy vízszűtéses már akkor a motorja, na de akkor is. Ez a csapánya nem fogja leüteni. Főleg nyári melegben. Úgyhogy én 110 maximum. 120 az nagyon ritkán, ami előfordul. Közben jól elment az időnk, és már csak 5 perc van a memória kártyámból, úgyhogy gyorsan megpróbálom összefoglalni a többi hiba jelenséget és problémát a Renault Tehát ebből az elmondottakból leszűrhető, hogy kerüljétek inkább a kúmotoros zóékat, mert azok sokkal hisztisebbek, mint a Renault motoros, az elmotoros El, Elmondtam azt is, hogy minek köszönhetőek ezek a hibaüzenetek, és hogyan lehet őket elkerülni. És hogy ami nagyon fontos, hogy, hogy mivel Renaultról, tehát francia utóról beszélünk, nagyon jól tudjátok ti is, hogy itt az elektronikai problémák a leggyakoribbak, és valóban igaz az is, amit leírt az úriember, hogy nagy valószínűséggel a, a, francia mérnökök azok kevés hangsúlyt fektetnek arra, hogy tökéletes és jól kiforrott autót dobjanak a piacra, hanem inkább ez a kényszer, hogy minél többet fejleszünk, minél gyorsabban pörögjön a piac, meg a profit, ezért ők is így adják ki a piacra is. Ez is jogos, hogy miért nem lehet azt 2020-21-ben, miért nem lehetett azt megtenni, hogy egy működőképes, több évig működőképes autó legyen, jogos, ezzel is én is egyetértek, és ez is egy teljesen helytálló meghatározás. És valóban igaz, hogy egy BMS upgrade-nél, egy BMS frissítésnél egy Renault azt el lehet szúrni. Jó, és ugye látszik, hogy itt is írt az úriember, hogy egy, egy szenzor hiba, egy hőmérséklet szenzor, ami a tükör alatt van, amiatt nem fűt normálisan az autó, ez egy 3000 forintos alkatrész, mert nem jól érzékeli a külső hőmérsékletet. Hozzáteszem, a Renault a fűtés az katasztrófa. Tehát azt is nézzétek meg mindenképpen, valamelyik jó fűt, az enyém az például nagyon-nagyon katasztrofálisan fűtött, és gyorsan elmondom azt is, hogy ezt hogyan tudjátok megoldani, van róla fönt egy külön videóm, ha részletesen akarjátok, tehát nem automata módban kell használni a fűtést, hanem fölcsavarni csutkára teljesen, 30 fok fölé, és ilyen 2 3 ventilátor fokozaton kell használni, és ti állítjátok be, és úgy fog fűteni. Jó, tehát csutkára nem automatázunk, hanem csutkára felcsoljuk, ne ki a klímakompresszort, és fog fűteni, és ugye ebben található egy hőszivattyú, meg található benne, ilyen PSM, PTC elemeknek hívják, ilyen fűtőszálas rendszer, Na most ezt az OE ilyen 10 fokban, meg 0 fokban nem kapcsolja be. Ő csak a fűt, azért katasztrófa ilyenkor a a fűtése. Viszont, ha már hideg van, tehát ilyen mínusz 5 fok alatti hőmérséket, akkor már bekapcsolja ezeket a három vagy négy, már nem emlékszem rá, ilyen elem van menne ilyen fűtőlem, és akkor már bekapcsolja őket, akkor már jó a fűtése. Tud ő tud, tud, jó is fűteni. És még egy trükk gyorsan. Amikor téli időszakban bekapcsolja az akkumulátor hűtést az autó, és ugye nem tud fűteni az OE töltés közben, sajnos, viszont van egy trükk. Hogyha éppen hűti az akkumulátort, akkor van bent is egy hőcserélő rendszer, ami meleg. Ugyanúgy, mint a kinti olyankor. Tehát az akkumulátornál hideg, elő az autóban meleg, és bent is van egy hőcserélő, ami meleg. De és ha ráadjátok a fűtést ilyenkor, tehát a ventilátort bekapcsoljátok és rátekeritek pirosra, akkor fog fűteni a zoljétok. Erre így magamtól jöttem rá, hogy ez így működik, úgyhogy ez is egy jó kis trükk a zoljéval kapcsolatban. Jó, tehát a, a, a BMS frissítésnél el lehet szúrnia az olyat nagyon vigyázni kell rá, hogy minden szakszerűen legyen elvégezve, és ne nagyon engedjétek szoftverfrissítést mondjuk a fejegységen, meg ezeken, mert valóban szoftveresen lehet probléma, az egyik barátomnak egy 52-es van, és miután megtörtént egy ilyen szoftverfrissítés, utána egyszerűen kidobálta a B-fokozatot, meg kitette embe, amikor ment vele, és ez nagyon-nagyon bosszantú tud lenni, amikor a kereszteződés közepén egyszerűen meg kell állnod az autóban, mert újra kell indítani az egészet. Hát nagyon remélem, hogy mivel nem volt csak egy ilyen röpke kis vázatom el az egész, és nem készültem tartalomjegyzékkel, meg ez egy ilyen nagyon improvizált videó szintén, amit megszokhattatok tőlem. Nagyon bízom benne, hogy minden hasznos információban volt, és nem maradt ki semmi így a zoe kapcsolatban. Tehát nem rossz kis autó a Zoe, viszont hisztis is jó kerüljétek a, a Q motorost, és akkor talán nem lesz probléma, de legyen ott is a még egy, egy millió forint körülbelül, hogyha, ha valami adódik, akkor ne fájjon a javítása, de ez hangsúlyozom az összes többi villanyautóra is igaz. Igaz, ott ezrelékes a hibarány, itt pedig százalékban mérhetjük, ez való igaz, de egy szerethető kis autó egyébként az OE. Nem biztos, hogy javasolnám egyébként, hogyha hosszú távon akarjátok használni, városban viszont szenzációs jó kis járgány. Tehát ezeket tartsátok szem előtt, amit elmondtam, és akkor nem érhet benneteket meglepetés, de valóban egy hisztis jószág. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!